Üdvözlök mindenkit, én is. Én Kelemen Anna Mária vagyok, a Business Coach Kft. Stratégiai partnere. A wellbeing kapcsán én a mentális erőnlét témáját hoztam el nektek a pozitív intelligence megközelítésében. A pozitív intelligence pedig Shirzad Shamin eredeti kutatásain, valamint 4 tudományág egységbefoglalásán alapul. Shirzad Shamin pedig a világ egyik legnagyobb coachképző intézményének volt vezérigazgatója, elnöke, New York Times bestseller könyvnek az írója, Stanfordon egyébként a Yale-en is előadó professzor, és a kutatásaikban arra keresték a választ, hogy hogyan lehetünk egyszerre tartósan sikeresek és boldogok. Általában valamelyik eleme megy, rövidebb, hosszabb ideig, de együtt nem nagyon. Azt találták, hogy a legtöbb szervezetben az emberek 80%-a nem éri el a saját potenciáját. Mégpedig azért, mert egyszerűen nincs meg a mentális erőnléte. És ennek következtében felülkerekednek a saját negatív gondolataik, és elszabotálják magukat. Ez pedig vezethet stresszhez, akár kiégéshez, konfliktusokhoz, alulteljesítéshez. Negatív gondolataink forrása pedig a szabotőrök, amikre rögtön kitérek, tehát hogy működik ez az önszabotás. Amikor mentálisan fittek vagyunk, mentális erőnlétünk rendben van, akkor pedig az történik, hogy az élet mindennapos kihívásaira inkább pozitívabb gondolatokkal reagálunk, illetve képesek vagyunk azokra gyorsabban váltani. Keresem szememmel a Zolit, visszautalva ezekre az érzelmi hullámvölgyökre, völgyekre, amikről beszélt, tehát ezekben tud például segíteni az, amikor mentálisan fittek vagyunk. A belső negatív monológunk, negatív gondolataink forrásai a szabotőrök, ezek a hangok a fejünkben, ha mondhatom így, amik különböző dolgokat sustorognak. Ezekből 10 van. Középen alul látjátok a bíránkat, a judge-ot, a bírát. Ő háromféleképpen működik, tehát egyrészt nagyon primán tudjuk ostorozni magunkat. Elnézést a szavakért, de mondhat például ilyet, hogy én mekkora hülye vagyok, hogy már megint ugyanezt a hibát vétettem. Vagy mondhatja azt nekünk, hogy hát én inkább csendben maradok, vagy nem teszem fel a kezem. A többiek biztosan jobban tudják, mint én. Aztán úgy is működik a bíránk, hogy másokat ítél meg. Tehát amikor azt mondja, hogy hát ezeknek én beszélhetek. Ki volt az a zseni, aki kitalálta ezt a projektet? Mert mindenki lehet coach, bocsánat. Vagy már bárkinek lehet jogsia? A harmadik módja pedig, amikor a körülményeinket ítéli meg, és azt mondja, hogy te addig biztos, hogy nem lehetsz boldog, amíg. Amíg meg nem vetted azt az autót, házat, hajót, amíg el nem érted azt a pozíciót, azt a tulajdonosi hányadot, amíg le nem érettségizik a gyerek, és sorolhatnám. Ő azért fontos, azért kezdtem róla beszélni, mert ő egy univerzális szabotőr, mindannyiunkban ott van, benned, bennem, a gyerekedben, a párodban, mindenkiben ott van. És hozzá, látjátok ezt a 9 egyéb színes karaktert, hozzá kapcsolódnak a társszabotőrök. Na ezek már mindenkinek más sorrendben és más erősséggel. Van erre egy szuper online kérdőív, ami segít megérteni, hogy kinek milyen konfigurációban vannak ezek a szabotőrök, mennyire erősek. Hát egy kis coming out következik. Az én top szabotőreim között a hiper teljesítő, a hyperachiever nagyon erős. Hát én sváb családból származom, sváb környékről, ha ez mond valakinek valamit. Én szeretek tevékeny lenni, látok bólogató arcokat, köszönöm. Szeretek sikereket elérni, és ez nagyon-nagyon jó hajtóerő egy darabig, ám lehet ennek egy ára. Tehát jó, hogyha észen vagyok, hol szabok határokat. Jó, ha tudom, hogy oké, megünnepelni a sikereket. Ez lehet egy árnyoldal, hogy ez elmarad. Aztán van egy másik top szabotőröm például, a hyperrational, a hiperracionális. Tehát vannak helyzetek, ahol nekem sokkal-sokkal komfortosabb tényszerűen ok-okozati összefüggésben nézni dolgokat. És ennek mi lehet az eredménye? Mert ez is oké, pláne az én műszaki hátteremmel. De lehet az az eredménye, hogy amikor körülöttem az emberek, én úgy érzékelem, hogy össze-vissza beszélnek, mindenféle tények nélkül, esetleg megváltoztatják a véleményüket egyik mondatról a másikra, az engem minimum összezavar, de leginkább rendkívül bosszant. És nyilván az ő oldalokról nézve engem, az én hiperracionális gondolkodásom, pedig én tűnhetek nagyon merevnek, esetleg szigorúnak. Köszönöm a bólogató támogatást a kollégáktól. Egyébként ez például jellemzően ez egy pasisabb szabotőr, tehát azt látjuk a számokból, és azért sok hölgy is van, úgyhogy csak még egyről beszélnék, ami a hölgyekre inkább jellemző, ez az örömszerző szabotőr, örömszerző, a pleaser.
ő az, amikor aktív, ő arra késztet minket, hogy a többieket segítsük, támogassuk, mentsük meg, ha kérik, ha nem, ugye? Illetve akár annak az árán is, hogy a saját igényeinket, vagy a szükségleteinket háttérbe szorítsuk. Úgyhogy olyan ügyesen lendítgettük a karjainkat, nem tudom megállni, hogy én is megkérdezzem, hogy van-e köztetek olyan, és ha igen, akkor kérlek jelezzétek kézfeltartásra, akinek csak amiket eddig elmondtam Szabó Török, úgy ismerősnek tűnnek. Tehát bennem még, mennyi kéz, azt köszönöm, még végre sem értem, hogy ugye ez lehet bennünk, ezt láthatjuk másban, láthatjuk a, nem tudom, munkahelyen a tárgyalóasztal túloldalán, vagy otthon akár a konyhasztal túloldalán, de valóban ezek mindannyiunkban működnek, mindannyiunkban ott tevékenykednek, és ők a forrásai a negatív gondolkodásunknak. Pozitív intelligence háromféle módszert is hoz arra, hogy hogyan tudjuk a mentális erőnlétünket fejleszteni, egyébként rendkívül jól. Az egyik ugye tisztába kerülni ezekkel a szabótörőkkel, és megtanulni, hogyan tudjuk elcsendesíteni őket. A másik oldal pedig megtanulni, aktiválni az agyunknak azt a részét, ahol a pozitív gondolataink forrásai laknak, a pozitív erőink laknak, például az empátiánk, az innovációs készségünk, vagy a fókuszált, hidegfejű cselekvés ereje, hogy néhányat említsek. A harmadik módszer pedig az, amikor azt a képességünket edzük, hogy képesek legyünk rendezni magunkat, az önrendező, önszabályozó izmunkat. Ezt úgy képzeljétek el, mint ilyen mini mindfulness gyakorlatokat, amiket nagyon jól bele lehet illeszteni a hétköznapokba. Tehát ez a háromféle stratégia van a pozitív intelligence alapjában, ami segít edzeni a mentális erőnlétünket. Mi is többféleképpen tudunk ezzel dolgozni, tehát egyrészt kínálunk nektek workshopokat, rövidebb, hosszabb workshopokat, akár tematizált workshopokat, vagy megnézhetjük csak a szabótörők felfedezését, vagy esetleg gyakorolhatjuk a pozitív erők aktiválását. Aztán nagyon jól integrálható ez a megközelítés team coaching folyamatba, és a harmadik, az pedig egy prémium program, és itt örülök, hogy a srácok beszéltek a szokások alakítására, hiszen ennek a programnak pont ez a célja, hogy új szokásokat alakítsunk ki, és azokat építsük be a mindennapjainkba. Épp ezért látjátok, hogy ez 6 plusz 1 hetes program, tehát egész másféle szint és műfaj. Itt is része az egyéni tanulás mellett a csoport támogatása, valamint még az a különlegessége, hogy itt használjuk a pozitív intelligence infrastruktúráját, szépen mondva. Ez annyit jelent, hogy itt vannak sírzától hetente videók, van egy hozzáférés, digitális hozzáférés a könyvhöz, és van egy applikáció, engem szoktak idegesíteni az applikációk, ám ezt az applikációt én nagyon nagy segítségnek találtam, amikor a programot elvégeztem, mert hogy nagyon jól lehet igazítani a saját igényekhez, szabótörökhöz. Viszont miután ezeket az erőforrásokat használjuk, ez csak angolul elérhető. Én is egyébként multi háttérből léptem ki, Kalitkából ide-oda, és én őrült nagy ajándéknak tartom a sorstól, hogy én találkoztam ezzel a módszertannal pár éve, és a mai napig minden nap előttem van, és foglalkozom vele, és használom. Úgyhogy remélem, hogy másnak is szimpatikus lesz, érdekes lesz ez a módszertan, és örömmel várom majd én is a szünetben a kérdéseiteket. Köszönöm szépen!